Szép napot kívánok mindenkinek, ez a Siemens Világ podcast sorozatunk legfrissebb adása, már a második évfolyamnál tartunk. Gazsi Péter a Siemens ZRT szakértője van itt a stúdióban, én Érszfalvi András vagyok, a Siemens Világ műsorvezetője. Gépgyártás felsőfokon, ez a mostani podcast adásunk címe. Ebben az adásban a gépgyártói szektorba merülünk el. Szó lesz többek között arról, hogyan valósulnak meg akár a termékeket gyártó gépek, mi lehet a fenntartható sikeres piaci szereplés hátterében, miként segít ebben a Siemens, a napelemgyártó gépektől a bútorlap megmunkálókon át, egészen eljutunk majd a szalámi csomagoló berendezésekig, de először Péter egy pici idővonalat rajzol föl nekünk, jó? Gépgyártás Magyarország Siemens, te hol húznád meg a legfontosabb határpontokat? Kezdjük ott, hogy a világon majdnem minden harmadik gépet Siemens technológia irányít, és a Siemens ezen sikeréhez már több mint 20 éve hozzájárulunk itt Magyarországon. Gyakorlatilag együtt nőttünk föl a gépgyártóinkkal. Azt gondolom a 90-es évektől, ahogy ugye megjelentek először a nagy autóipari gyártók és a hozzájuk tartozó beszállítók, ezt testesítette meg az újkori gépgyártást Magyarországon. Innentől kezdve támogatjuk őket. Nagyon nagy sikere van a magyar gépgyártóknak, nem csak itthon, hanem Magyarországon kívül is. Ahogy felnőttek a külföldi autógyártós példákon, illetve sikerült megfelelő gépeket, jó gépeket szállítani, egyre több megkeresést kaptak külföldön, ugyanezeknél a beszállítóknál. Ezt követően a 2010-es években gyakorlatilag a nagy nemzetközi gépgyártók is meglátták az ilyen jellegű potenciált a magyar mérnök társadalomban, és hoztak híres gépgyártó lányvállalatokat is. És nem csak gyártóvállalatok ezek, hanem a kutatás és fejlesztést is megalapították Magyarországon. Tehát németországi, svájci gépgyártóknak van itthon fejlesztő részlegük, tehát magyar mérnökök fejlesztenek akár nagyon híres nemzetközi gépeket. És nem csak autóiparról van itt szó, ugye? Ha jól láttam a példákat. Így van, nagyon sok élelmiszeripari gépgyártó van már Magyarországon, vagy olyan csomagolás technikával foglalkozó gépgyártólag majdnem az egész teljes iparágnak szállít különböző megoldásokat. Tehát sok külföldi országba szállít gépeket a magyar gépgyártó társadalom, Svájcba gyógyszeripari gépeket, Kínában dohányipari gépeket, Romániába sebességváltó műveket gyártó megmunkáló gépeket szállítottunk. Nézzük akkor a Siemens lehetőségeit, meg a Siemens feladatát, hol tud segíteni a Siemens? Mert ha téged most figyelmesen hallgatlak, akkor azt mondom, most nagyjából itt ez egy ilyen béke időszak van, holott egy másik nyilatkozatban, mint hogyha arra emlékeznék, azt mondtad, hogy azért most egyre keményebb a piac, sok az eszkimó, kevés a fóka. Tehát a versenyelő nagyon fontos a gépgyártásnál, a gépgyártóknál. Most egy kicsit átalakul a piac. Az elmúlt években nagyon-nagyon sok kicsi apró gépgyártó jött létre, nem csak magyarországi szinten, de nemzetközi szinten is. Most kell nagyon okosnak lenni, most kell nagyot innoválni, mert egyértelműen tisztulni fog a szakma, és azok fognak leginkább fönnmaradni, akik a leginnovatívabb gépeket fogják előállítani. 10 éve azt mondták a Siemens szakértői, ha jól emlékszem, meg olvastam is, hogy a gépekbe be kell integrálni az energiamérést. Az egy nagyon fontos tanács volt akkor, hát most látjuk, hogy mennyire igazatok volt, vagy igaza volt a Siemens szakértőnek. Most mit mondotok? Most mire kell fókuszálni? Most mi az a trend, ami a mostani versenyképességet alapozza meg, és a következő 5-10 évben nagyon fontos, ez döntő lesz. A minimum az, hogy gyűjteni kell az adatokat a gépekből, akár az energiamérés kapcsán, akár a darabszámok kapcsán, és ezeket jól transzparensen meg kell jeleníteni. Például a Siemensnek van már olyan mesterséges intelligenciát támogató modulja, amivel neurális hálózatokat tudunk bevonni a gépnek a vezérlésébe. Például képzeld el, Chilében van egy halfarmon egy referenciánk, ahol ugye a halaknak az etetését, tehát a medencékben ugye tenyésztik a halakat, és a halaknak az etetését próbálták oly módon automatizálni, hogy az minél inkább illeszkedjen a halaknak a viselkedési szokásaihoz. Csak annyi menjen, csak akkor menjen ki, pontosan, ne egyék meg a madarak. Pontosan, sok minden. Emberek étvágya sem mindig ugyanolyan, tehát amikor meleg van, nem kívánjuk úgy az ételt, amikor hűvösebb van. Főleg a halaknál ugye a légnyomás, a többi, és a mesterséges intelligencia segítségével gyakorlatilag kamerákkal figyelik a halaknak a viselkedését, hogy hogyan mozognak, hol csoportosulnak, és mivel tudják, hogy mi jellemző, mikor eszik legjobban a hal, ugye gyakorlatilag a horgászoknak a hobbiát is lehetne ezzel támogatni, akkor és azt a mennyiségű halaledelt adagolják be a medencékbe. Ezzel is ugye rengeteg kárba veszett anyagot tudnak megtakarítani, mert amit nem vesz fel a hal, azt már később nem valószínű, hogy ott a meder aljáról még egyszer hozzányúl, illetve a víznek a minőségét is nagy mértékben rontja. Vagy másik példa, amikor egy szalámi gép gyártó
berendezésnek a megvalósítását támogattuk. A szaláminál is ugye különböző méret, csomagolásáról volt leginkább ugye szó, ugye látod a boltokban is, hogy azért a szalámik, amik szépen rövid, be vannak, van, hosszú, vékony, vastag. Így van, igen. Pontosan, tehát mindenféle jellemzője paprikás megvan ezeknek. Paprikás és nem paprikás. Itt is gyakorlatilag Siemens technológiát alkalmazta ahhoz, hogy minél pontosabban be tudják csomagolni szép minőségbe. Tehát ezek a szalámik, ezek ugye megjelennek. Legközebb szalámit látok, a Siemensre fogok gondolni, megígérem. Meg hát mondtad az elején a beszélgetésnek, hogy minden harmadik gépnél, ugye? Igen, a Siemens áll a háttérben. Tehát tényleg ott vagyunk az összes iparágban, ezt biztos merem állítani és kijelenteni. Ami nagyon fontos egy gépgyártó esetében, hogy nagyon gyorsan változnak ugye a darabok, tehát lecsökkentek a termékeknek az életciklusai. Nagyon fontos az egy gépgyártásban, hogy a gépének az életciklusa viszont ugye kibővíthető legyen, ehhez van a Siemensnek különböző retrofit szolgáltatásai, szerviz szolgáltatásai, amivel akár egy kevésbé modern vagy egy régebben épült gépet is olyan moderné tudunk, vagy ki tudunk egészíteni, akár az előbb említett mesterséges intelligenciával. Gazsi Péter a vendégem a Siemens podcast sorozatban, gépgyártás felsőfokon. Péter, azt én jól tudom, hogy hát ezt is az anyagokból tudom, hogy tulajdonképpen kétféle gépet különítetek el, vagy különböztettek meg? Van az egyedi, ugye, és van a standard gépgyártás. Így van. Az egyedi gépgyártás, ugye egyedi célgépgyártás arról szól, hogy van egy végfelhasználónak, vagy egy gyártócégnek egy produktuma, amire nincs olyan jó már standard, egy katalógusból kiválasztható gép, hanem olyan egyedi speciális terméke van, amely igényli azt, hogy teljesen nulláról fejlesztenek ki egy gyártógépet. Ez lehet akármi, akár elektronikai iparban, akár az élelmiszeriparban is, vagy akár az autóiparban is, ugye látjuk, hogy mindenféle új, szép, futurisztikus formák jelennek meg a gépjárművekben, akár egy lámpatest. Na ezt kéne valamivel legyártani. Itt gyakorlatilag nulláról kezdődik egy gépészeti tervezéssel, villamos tervezéssel a folyamat, amiben mi tudjuk támogatni a gépgyártókat. Magyarországon egy nagyon erős műszaki támogató csapat áll rendelkezésünkre, illetve a standard gépgyártó, azt talán lehet, hogy egy egyszerűbb, ott a legelején kell valamit nagyon jól kitalálni. Az a szalámi gyár, nem? Így van. Itt arról van szó, hogy egy katalógusból meg tudod rendelni a gépet, akár egy autószalonban bemész, és ugye arról megvan már, hogy milyen autót szeretné, milyen márkát, milyen kivitelt, már csak arról beszélgettek, hogy az ülésnek mennyire legyen kényelmes, komfortos, milyen legyen a színe. Itt ugye a tervezési munka az viszonylag az elején valósul meg, tehát, hogy megterveznek egy gépet, és utána az 5 éven keresztül értékesítik, így kell érteni. Az egyikre többet kell várni, a másikra kevesebbet. Nyilván az egyedinél nagyobb türelemre lesz szüksége, mondjuk a megrendelőnek. Sokkal nagyobb fejlesztési munka van az elején, míg a standard gépeknél ugye már ez a fejlesztési munka csak egyszer valósul meg, egy nagyobb volumenben, és utána ezeket a gépeket tudják értékesíteni több darabszámban a piacon. Mi most a felelős hazai gépgyártók legfontosabb feladata? Nagyon nagy verseny van ezen a piacon. Jó gépet kell gyártani, innovatív gépet kell gyártani, mert borzasztó nagy a konkurencia. Világszerte rengeteg gépgyártó van. Az a jellemző tendencia, hogy minél távolabbról jön egy gép, annál inkább csak a gépnek az eladása fontos a gépgyártó szempontjából. És az nagyon fontos, hogy nem csak eladni, meg letelepíteni kell egy gépet, hanem utána azt életben is tartani. Szerviz, támogatás, ha módosítani kell, vagy egy új terméket szeretnének gyártani a géppel, amint kicsi módosítás szükséges a gépen végrehajtani, akkor elérhető legyen a gépgyártó. Nagyon sok olyan eset van arra, hogy megvesznek külföldről nagyon messzi országokból egy gépet, működik, de utána van valami probléma, vagy egy kis módosítási igény, és utána elérhetetlenné válik a gépgyártó. Nagyon fontos az új technológiáknak megfelelni, ugye itt a mesterséges intelligenciáról van szó, energiamérés, olyan gépeket, hogyha mondjuk egy több gépet kell építeni, nagyon fontos, hogy nem csak a villamos energiát kell mérjük, hanem egy gép esetében használnak préslevegőt is, ezt is nagyon fontos mérni. Nem tudom, hogy tudtad-e, hogy a legdrágább energia a préslevegőnek az előállítása, ugye a pneumatikus berendezéseknek az üzemeltetéséhez. Mindenki beszél a villamos energia megtakarításról, és olyan keveset beszélünk ennek az ilyen jellegű, tehát lég-levegő energia, vagy a levegőben tárolt. Pedig mennyi rengeteg igen, használódik el egy gyártó üzemben. Végig mész egy gyártó üzemben, ugye minden alatt, hogy sziszegnek a gépek, és senki nem foglalkozik vele, és a több ezer euró dobálod ki az ablakon. Ha már a költségeket mondod, azért ezek a gépek nem olcsók, nyilván milliós nagyságrendről van szó. Az nyilván fontos a partnerekkel folytatott tárgyalásban is, hogy értsék, hogy miből áll össze a költsége a gépgyártásnak. Mert egy csomó minden nem a vasban van benne nyilván, hanem a háttérből adódik össze, és ez izgalmas és érdekes lett, akár százalékos arányban. Egy gép ára körülbelül a gépgyártásról beszélünk, akkor a több 10 milliós nagyságrendtől indul a több 100 milliósig. Az arányok úgy tevődnek össze tényleg nagy általánosságban. Körülbelül 50%-ot kell költeni a vasra,
a mechanikai elemekre, ez ugye a motorok, különböző pneumatikus elemek. A vezérlés, amit hozzáteszünk, az körülbelül olyan 20-25%-ban aránylik, illetve a további mérnöki hozzáadott érték, tervezés, fejlesztés az egy 30-35%. Ez az arány egy kicsikét nő a mérnök hozzáadott értékben azáltal, hogy egyre komolyabb technológiák valósulnak meg egy gépben, tehát egy kicsikét itt van egy arányváltozás. A beszélgetés elején mondtad, hogy minden harmadik gépet a világon Siemens technológia irányít. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy itt most ma Magyarországon milyen referenciákat mutattok föl, ha erre van igény. Mik a legfontosabb, legemblematikusabb referenciák most? Debrecenben van egy járműipar számára rugó gyártó gyár, ide komplett technológiai sort szállított egy magyar gépgyártó partnerünk. Arra vagyunk nagyon büszkék, hogy ugye ezt folyamatában támogattuk, mint Siemens végül kivitelezés során ezt a projektet, hogy ezután, a sikeres magyarországi projekt után ez a magyar gépgyártó ennek a cégnek a németországi lányvállalatánál is elnyelt egy hasonló méretű projektet. Tehát külföldi piac is ki tudott. Így van, itt volt egy nagyon szép teljesítésük, majd ezt követően meghívást kaptak Németországban, és az ottani gyárban is kellett egy hasonló gépet telepíteniük. Másik ilyen példa, egy komplett takarmánygyárat hoznak létre most jelenleg partnereink Magyarországon, itt is nagy mértékben Siemens technológia az, ami a motorokat indítja, vagy éppen a vezérlést megvalósítja. További sikeres referenciáink is vannak, mint dohányipari gépek, asztalosipari gépek, vagy akár lényeges, ugye is fontos napelemgyártó gépeket gyártó cégek, élelmiszeripari csomagológép gyártó cégek, vagy az autóipar területéről motorblokk ellenőrző gépeket gyártó gépek, vagy éppen megmunkáló gépeket gyártó cégek. Mondtad az imént, hogy nagy a verseny, sokan vannak a piacon, és ezt nyilván a cégek is érzik a saját bőrükön. Mitől lesz sikeres az egyik cég, és kevésbé sikeres a másik, vagy mitől küszködik a másik? Azt a te Siemens-es sapkádból hogyan látod? Vannak olyan gépgyártóink, akikkel olyan szoros együttműködésünk van, hogy nem csak a gépeibe használja a Siemens technológiát, hanem a gyártó üzemének az üzemeltetésében is, tehát épületautomatikában, illetve a teljes energiaosztási rendszert ugye Siemensből választja. Csúnya szóval használnak bennünket. Tehát rengeteg felhalmozott tudás, kompetencia van meg a Siemensnél magyarországi szinten is, de nemzetközi szinten is. Nagyon sok olyan már kész mintaprojektünk van, amit egy gépgyártó csak egyszerűen beemel a sajátjába, finom hangol, az ő feladatára szabja, és már tudja használni. Nagyon sok gépgyártó, vagy többen elvesznek abban, hogy próbálják megtalálni a piacon azokat az automatizálási eszközöket, amik a legjobb áron megszerezhetőek, és ezeket próbálja rendszerbe integrálni, és persze van rendszerintegráció a különböző gyártók termékei között, de itt ezekben az esetekben ő nekik jóval több időt kell ráfordítani abba, hogy működjön a gép, és volt egy olyan projektünk, ahol kiválasztották a Siemens PLC-t, de utána minden más egyéb perifériukos elemet más gyártónak a legjobb áron megvásárolható termékéből választottak. Elkezdték beüzemelni a gépet, és sok napon, akár héten keresztül nem jutottak eredményre, hívtak bennünket, hívtak a versenytársat, és hát nem sikerült a problémát megoldani. A végén az jelentett megoldás, hogy választották a Siemens perifériáit, és a mi segítségünkkel fél napon belül beüzemeltük a gépet. Később a versenytárs is meg tudta oldani egy problémát, egy egyszerű firmware frissítéssel az ő eszközén, és már egyből kompatibilissé vált a Siemens PLC-vel, de érezzük azt, hogy itt mennyi időt vesztegettek el, és az idő, ez rengetegbe került ennek a gépgyártónak. A kicsik is hozzáférnek a Siemenshez, Péter? Ez fontos, mert hatalmas cégeket említettél, ugye név nélkül, ezek hatalmas volumen, nagyon komoly beszállítókkal, nagyon komoly külföldi piacokkal, de mi a helyzet a kicsikkel? Kétféleképpen közelítjük meg a gépgyártókat Magyarországon, ugye vannak a direkt partnereink, akik direktben velünk állnak szerződésben és tőlünk vásárolnak, illetve a kisebb gépgyártók felé, a kezdő gépgyártók felé is nagyon nyitottak vagyunk, nagyon van egy jól felépített magyarországi disztribúciós rendszer, tehát vannak szerződött nagykereskedőink, és ezeket a kisebb gépgyártókat így indirekt módon szolgáljuk ki, tehát ők a disztribútor partnereinktől vásárolhatnak, viszont azokat a szintű műszaki támogatási lehetőségeket ugyanúgy az ő részükre is biztosítjuk, mint amit a szerződött gépgyártó partnereinknek. Ilyen kisebb gépgyártókra egy nagyon jó példa, ami már nem is kisgépgyártó, hanem nagygépgyártóvá nőtte magát. Tehát emlékszem, még tizenvalahány évvel ezelőtt kezdték egy konténerben, egy konténerirodában, el tudjuk képzelni 15 négyzetméteren, és már egy hatalmas gyártócsarnokuk van, és nemzetközi szinten szállítanak Kínába, Németországba, vagy akár közelebb Romániába a gépeket. Azt gondolom, az ő sikerük az az volt, hogy kerestek egy partnert, aki mellett elköteleződtek, és egy kölcsönösen segítettek.
megkerestettük egymást mi műszakilag, ők pedig ugye tőlünk vásárolták, rendelték a mi termékeinket. Sokat gondolkoztam készülve erre a beszélgetésre, az, hogy egy ilyen virtuális üzembehelyezés, az hogy működik? Hogy működik nálatok, és hogy működik a partnernél? Mit lát ebből a partner? Milyennek a gyakorlata? Mit kell ezzel a érteni? Ettől lesz még sikeresebb egy gépgyártó, hogyha ilyen jellegű technológiákat, szoftvereket alkalmaz. Úgy kell elképzelni, hogy a gépnek a tervezési folyamatában már 3D-s környezetben megalkotják a gépészeti modelleket. Ezek olyan dinamikus modellek, amik mozgathatóak, tehát a szoftver alkalmas arra, hogy az ő betáplált tulajdonságaiknak megfelelően ugye szimulálva megjelenik ugye a számítógép monitorán, és nem csak ezt a mechanikai modellt lehet szimulálni, hanem hozzátartozóan lehet ugye a PLC programot is már előre offline módon megírni és futtatni ebben a szimulációs környezetben. Ez nagyon fontos, mert bármennyire hihetetlen, ugye a gépgyártásnál, vagy amikor főleg egy edicélgépgyártásnál arról van szó, hogy teljesen új termékre kell valamilyen gyártóberendezést fejleszteni. Ott lehet valami váratlan. Pontosan lehetnek váratlan dolgok, ami az anyagnak a tulajdonságából, viselkedésből adódhat, és nem feltétlen lehet rákészülni, és annál rosszabb nincs, amikor géptelepítés közben elő kell venni a nagy flexet és szétdarabolni a gépnek bizonyos részeit és újra kezdeni. A digitális siker, illetve a háromdimenziós szimulációk nem csak a modellek, hanem a PLC tekintetében is ezeket a dolgokat hivatott elkerülni. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy van-e olyan új projekt, olyan új terület, olyan kérdés, vagy olyan kihívás, ami téged most nagyon foglalkoztat, ami nem volt még itt Magyarországon a Siemens életében, vagy a te szakmai életedben. Beszélgettünk pénzről, üzletről, megtérülésről, versenyelőnyről. Képzeld, András, hogy most már pénzjegy kiadó automatákhoz is szállítunk alkatrészeket. Ilyen még nem volt Magyarországon az esetünkben, úgyhogy ez ami most legérdekesebb számomra. Péter, nagyon szépen köszönöm. Gépgyártás felsőfokon Gazsi Péter, a Siemens ZRT szakértője volt a vendégem. A Siemens világ legújabb, legfrissebb podcastját hallhatták. Arra biztatok mindenkit, hogy az előző adásokat, részeket is hallgassák meg. Higgyék el, érdemes. Köszönöm szépen.